A szobor alapzata a katolikus templom udvarában sínylődött, míg a mészkőből formázott turulmadár közvetlenül a talapzat mellett volt elásva. A falu vezetése 3 évvel ezelőtt kezdeményezte az Újvidéki Városi Műemlékvédő Intézetnél a szobor visszaállítását. Az azóta eltelt időszakban egyeztető tárgyalások folytak, amelyek nyomán február derekán megérkezett a szobor rendbetételére vonatkozó jóváhagyás. Néhány fiatallal karöltve nekivágtunk a kutatásnak, és már 2 ásónyomnyi fellelés után megtaláltuk az emlékmű egy részét. Úgy helyezkedik el, hogy a 10-néhány tonnás beton alkatrész fedi az alatta levő, föltételezzük az alatta levő turulmadár szobrát. Most jelen pillanatban úgy áll a helyzet, hogy a Műemlékvédelmi Intézet fölmérte a helyzetet, kihívtuk, lefényképezték, és további tárgyalások folyamán oldjuk meg a szobor újrarendezését, kiépítését, helyreállítását. Egyelőre a falu vezetői még nem teremtették elő a rendbetételi munkálatokhoz szükséges anyagi hátteret. Pályázni is szándékoznak, a falu lakói azonban önkéntes munkával is hajlandók hozzájárulni ahhoz, hogy az emlékmű visszakerüljön eredeti helyére.